Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Mit mutatnak a kártyák? Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket. Itt lesz egy közeledés, egy találkozás, és a háttérben megvan ez a gyógyító erő is. Tehát itt szerencse a szerelmi élet területén. De itt látható ez a tolvaj. Van valaki a háttérben, aki nem szeretné azt, hogy ti boldogok legyetek, és el akarja rabolni ezt a szerencsét, ezt a boldogságot. Persze ez a tolvaj azt is jelentheti, hogy voltak félelmek, bizonytalanságok, és ez a tolvaj most ezeket az érzelmeket eltávolítja. Itt kisüt a nap, szerencse lesz, azon kívül jelzi a vonzalmat kettőtök között, és ez a kisgyermek utalhat egy kisbaba születésére is, de szimbolizál egy új kezdetet. Itt van a szerelem és egy új kezdet, de megjelenik a tolvaj, tehát valaki nem akarja azt, hogy ti boldogok legyetek. Vagy eddig nem volt meg a bizalom, és ezt a tolvaj most eltávolítja, és itt lesz a szerelem, a szerencse, a párkapcsolatot illetően. Itt voltak a múltban még nehézségek, kihívások, de megbirkóztatok ezzel. Ez elmúlik most. Itt előre mennek az események, sőt mondhatnám, nagyon gyorsan pörögnek az események. Itt a kard jelenti a döntéseket, az ötleteket és a kommunikációt. Itt látható a meditáción, és itt a háttérben ez a kép jelenti azt, hogy mi az elképzelésed, mit hogyan szeretnél. Ez a kép jelenti azt, hogy előre mennek a dolgok, de mielőtt döntéseket hozol, meditálj a dolgok felett, mert akkor azt is jelentheti, hogy ne siessd el a dolgokat, legyen itt meg először ez az elképzelés. Mert ha túl gyorsan döntéseket hozol, akkor az lehet egy kihívás számodra. Itt lesznek változások, hiszen itt összeomlik minden. Ez nem biztos, hogy negatív, hiszen ezt a kártyát meg tudjuk fordítani. Az egyik ugyan lezuhan a mélybe, de a másik felemelkedik a felhőkhöz, és ez jelenti a javulást. És erre a helyzetre, hogy most valami összeomlik, vagy változik valami az életedben, vagy az ő életében, lehet, hogy ez fontos lehet számotokra. Miután te vagy ő úgy érezte, hogy valami összeomlott, azt is jelentheti, hogy válás van nála, utána közeledni fog hozzád, átnyújtja ezt az aranykelyhet, ami utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, tehát érzelmekkel közeledik hozzád.
Itt újra a kelyhek láthatóak, ami az érzelmekre, vagy az intuícióra, az inspirációra utal. Vagy kettőtök között lesz egy új kezdet, egy új irány, vagy itt lehet egy ünnepség, egy meghívás, vagy egy kreatív tevékenység. Először úgy érzitek, hogy összeomlott minden, de jóra fordulnak a dolgok, hiszen ő közeledik hozzád érzelmekkel. Itt van valami örömteli, vagy egy ünnepség, lehet egy meghívás, ahol közösen ott vagytok. Azt is jelentheti, hogy van egy kreatív tevékenység egy csoportban, vagy hogy te és ő kialakítatok valamit, és lesz itt egy új kezdet. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!